Buongiorno, buongiorno. No, még mindig itt vagyunk, itt bóklászunk. Olyan édesek voltak a lányaim, hogy nem akartak elhozni a vízibiciklibe. Hát az meg négy személyes, hogy mennyi nyugodtan mehetünk, és nem akartak. És azt hittem előbb, hogy viccelnek, de kiderült, hogy nem, tényleg nem akartak. Itt van egyik rabszolgám. Mutasd magad, másik rabszolga. Ott a másik rabszolga, igen. A harmadik rabszolgát nem lehet videózni. Na, úgyhogy nagyon jók vagyunk, el vagyunk, nagyon finomat hamisztunk. És hát majd a hírt azt este mondom, ugye, a Marbélával kapcsolatban. Bűnözők városa, odavaló vagyok, de ott is hagyom a lányaimat. Csak a torrentéből kiindulva tudjuk, hogy milyen város, és különben tényleg az. Tényleg olyan. Beugrok, csak nálam van a telefonom. Ecigim így van. Finom hamim volt, amit két éve ettem utoljára, aztán megettem nem egy fagyit, hanem két adag fagyit. Azt nem is tudják a lányaim, mert addig ilyen. Mit csináltatok? Szörföztetek, vagy mi? Ilyen szörfözéses valami volt. Na mindegy, inkább a tájat nézzük, ami nem tudom milyen, ilyen, olyan. Nagyon szós a víz. Hú. Jó. Na, rabszolgák dolgoznak. Muti magad egy rabszolga. Úgy, muti magad másik rabszolga. Szép rabszolgáim vannak, azt hozzá kell tenni. Én meg így szépen a másik lányommal itten kifeküdve. Napozunk. Tudom, hogy majd egy 10 perc múlva, hogy vegyem át a tekerést. Biztos is, hogy nem veszem el. Most lustiza. Megtehetem. Lehet takarodni. Ki is dobnak különben, elképzelhető. Nem félek, hogy nem. Nem sok kell majd egy idő után. Miért kell? Hogy mi ez? Jó, engem jó megcsípett egy. Micsoda szép a Riviera. Mondjad, drágám, nem téged videóznak, hogyha arra gondoltál. Riviera. Monaco mögöttünk van egy ilyen 20 kilométerre. 20 kilométerre van Monaco körülbelül. Itt ez a Saint-Tropez. De meg nem próbáljuk. Nem videózlak. Saint-Tropez van ott fönn. Arra. Oda is majd átmenjünk. Az nagyon-nagyon homokos, klassz tengerpartja van. Imádni való. Rákot. Ugye rák egye meg a gyomrod, szokták mondani. Itt elátkoznak. Így nagyon kellemes, így kicsit lustizok meg is érdemel. Szóval lesz még finom hami 4-5 óra felé. Aztán majd meglátjuk. Mi? Teknős? Kéne fogni egy hattyút, hazavinni a hűtő kosárba. Hallod, hattyút? Hattyút nem fogom? Na mi van, mit akarsz vele? Hattyú húst akarok enni, mondom, na. Jó. Na jó, le kell állítanom, mert itt női uralom van, ahogy figyelem. Sajnos, vagy nem sajnos, hopp. Jaj, és tekerik, figyelj. Halló. De mondtam, hogy ne videózzál, hogy verjem. Kicsim, közszereplő vagy, kus. Nem vagyok halva, de fogjunk már egy hattyút. Ott van Saint-Tropez, menjünk, de nem áll, addig nem mehetünk el Saint-Tropez-ig. Majd átmegyünk kocsival este. Nem csak a strandja szép, a kikötője is. Majd Saint-Tropez, arrébb, följebb mész innen, 10-valahány kilométer. Na jó van, bekussolok, oké, drágám. Be kell itt kussolnom, mint mondtam, nőuralom van, úgyhogy hopp! De jó, jó. Még ki is löknek itt a hajóból. Jaj, te! Jaj, bazdmeg, majdnem bele. Na jó, most amit kaptok, te! Ezt fel nem rakhatod, ezt nem.